Sziasztok, borkák, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban kiderül, hogy mennyire ismerem jól a könyveimet. Volt már egy ilyen videó a csatornámon a múltban is, ezt be fogom linkelni a leírásba. Ez egy olyan játék, aminek vannak mindenféle szempontjai, ami alapján kiderül, hogy adott könyveimet mennyire ismerem jól. Szanna hívott ki erre engem egyébként, mint itt is köszönök szépen. Gyakorlatilag van egy hosszú szempontsor, én pedig megkérlek titeket, hogy írjatok nekem polc számot, illetve azon könyvszámot, tehát ilyen számpárt, úgyhogy minden szemponthoz ki fogok húzni egy számpárt, meg fogom számolni a könyveimet, és arról a könyvről fogok beszélni a szemponthoz. Ha esetleg a polcomon nincs annyi könyv, amennyi számot írtok, akkor addig fogom számolni, amíg az ki nem jön. Ha olyan könyvről lesz szó, amit nem olvastam, akkor egyel arrébb fogok lépni. Egyébként úgy fogjuk számolni a polcokat, hogy innen le, aztán itt, aztán itt. Itt van még három a tetén, azt utána fogjuk számolni. És nem látszik így a videóban, de ott is, és ott is van még egy könyves polcom. Szóval, ha valaki magas polc számot ír, például olyat, hogy 25, akkor valószínűleg az már ott lesz. Ott is egyébként úgy fogom számolni, hogy egyszer le és egyszer le, de egyébként megnéztem, és nem lesznek ilyen nagy polcszámok, úgyhogy lehet, hogy ott nem igazán lesz már könyv, amit fogunk használni. De mindegy, kezdjük is, ez egy hosszú videó lesz. Első kérdés az az, hogy anélkül, hogy ránézzél a fülszövegre, mondd el, hogy miről szól a könyv. Kihúztam a kis rinszendes bögrémből a számpárt, nézzük is meg, nagyon remélem, hogy tudni fogom. Most egyébként nagyon alacsony a könyvespolcom olvasottsága, mert rengeteg új könyvet szereztem be az elmúlt fél évben, úgyhogy remélem, hogy nem fog itt beégni. 6 és 25, ami pont a születésnapom. 1, 2, 3, 4, 5, 6 és 25. Ez könnyű. A 9. ház Lee Bardugótól, nekem az angol kiadás van meg. Ez a kötet a Yale-en játszódik, és itt a fő karakterünk Alex Stern, aki egy titkos társaságos ilyen igazából kutató vagy kém, mondjuk én, és itt ilyen szellemvilág van, és van benne egy múltbéli szál, meg egy jelenbéli szál, és arról szól a kötet, hogy ő egy gyilkosság után nyomoz. Anélkül, hogy rákeresnék, mi a könyv műfaja? Nézzük, melyik polcról és melyik könyvet kell mondanom. 11-es polc, 6-os könyv. Ez is könnyű, ez a jövő reménye, és ez egy disztópia. Következő szempont az az, hogy anélkül, hogy ránéznék a könyvre, mondjam meg, hogy mi van a borítón. Ez már érdekes lesz, 7-es polc, 28-as könyv. Oké, ezt tudni fogom, nem fog látszani. Ez a császár pengé, ezt azért fogom tudni, mert nagyon vicces. Ezen a borítón, ez egy barna borító, egy ilyen barna színvilág borító, egy pasi áll, azt hiszem, hogy kardol a kezében, de ebben már nem vagyok biztos, ilyen köpnyeges, ilyen középkorias fedezi ruha van rajta, és azért emlékszek a pasasra róla, mert egyébként a könyvet még nem olvastam, mert úgy néz ki szerintem, mint Anakin Skywalker, úgyhogy meg is mutatom nektek. Igen, van nála kard a kezében, jól gondoltam. Kihagytam a hátuljára, azt hiszem, ez egy főnix madár, vagy griff madár, nem tudom, de egyébként jól mondtam. Tegnap megfürödtünk macska samponnal, úgyhogy most nagyon puha a szőrünk. Amúgy gyűlöltük. Nagyon gyűlöltük, igen. A következő szempont már félelmetes, anélkül, hogy ránéznék a borítóra, mondjam meg, hogy mi a fő karakter neve. Ezekben amúgy nagyon rossz vagyok. Tehát, hogy 2-es polc, 18-as könyv, puha. Jó, hát ez így könnyű. A 18-as könyv az ő volt, ő benne a fő karakter, Jude és Cardan. Úgyhogy ennyi. Ezt nagyon könnyen megúsztam, lehetett volna sokkal rosszabb. Következő szempont, anélkül, hogy megnézném a könyvet, nevezzek meg egy mellékszereplőt. 14-es polc, 6-os könyv. Ő itt, a könyvünk, és az a durva, hogy emlékszek a mellékkarakterekre, és egy név nem jut eszembe belőle, basszus. Úristen, de gáz vagyok. Hát igazából itt mellékkarakter valamilyen szinten a Karavának a karakterei, tehát, hogy Scarlett meg Donatella, főleg Donatella. Hogy hívták? Majd nem tudom, nem tudom. Ők számítanak? Ők számítanak? Egyébként a testvérét akartam mondani Evangeline-nek, de nem emlékszek a nevére. Na mindegy, ez ilyen fél pont, mert meg vannak említve a könyvben ők, de nem emlékszek, hogy már az első részben van-e jelen Donatellával. Én úgy emlékszem, hogy volt benne Donatella egyébként, de hogyha valaki emlékszik rá, akkor javítsatok ki. Anélkül, hogy megnézném, tippeljem meg, hogy hány oldalas a könyv, és itt 25 oldalt tévedhetek. 5. polc, 15. könyv. Az Eclipse a könyvünk. Húha! Én azt mondom,
hogy 420. Nézzük. Hol egy oldalszem? Hát nagyon nem, ezt nagyon mellé tippeltem. 562. Úgyhogy ez most nem sikerült. Ops. Anélkül, hogy rákeresnék, meg kell tippelnem, hogy hány csillagra értékeltem a könyvet. Szóval, ha most olyan könyv jön ki a polcomat, még nem olvastam, akkor egyel arra fog menni, addig, amíg egy olvasott könyv nem lesz ott. Ez a 4-es polcról a 2-es könyv. 1, 2, 3, 4, és a 2-es könyv. Ezt a könyvet olvastam, a Walden-t, de én szerintem nem értékeltem, mert ez nekem kötelező olvasmány volt. Úgyhogy egyen lejjebb megyünk. Ez a Fekete macska Edgar Allan Poe-tól, szerintem 4 csillagra értékeltem, de nézzük meg. Eltaláltam, tényleg 4 csillagra értékeltem, jaj, most boldog vagyok. Anélkül, hogy megnézném, hol játszódik ez a könyv. Na most, ha ez fantasy világ lesz, akkor ezt nagyon-nagyon meg fogom szívni, mert honnan tudnám, hogy egy olvasatlan könyvem hol játszódik. 2-es polc, 8-os könyv. 2-es polc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ez a The Duff. Abban biztos vagyok, hogy Amerikában, az USA-ban. Ez már elfogadható, hogy azon belül hol fogalmam sincs, de az USA-ban egy középsuliban. De USA is gimi. Anélkül, hogy megnézném, hogy hívják a szülőket ebben a könyvben. Remélem, hogy lesznek benne szülők. 7. polc, 2-es könyv, ez a 7. polc. A 2-es könyv az ez, ami a Hellbent Lee Bardugo-tól. Őszintén mondom, fogalmam sincs, hogy hívják a szülőket. Tehát vannak itt említve a szülők? Tehát ez a 9. háznak a második része, a másikat még nem olvastam, az elsőt igen, de hogy Alexnek a szülei vannak benne említve? Nem tudom. Anélkül, hogy megnézném, milyen színű a keménykötéses könyv a borító alatt. Na nézzük. Első polc, 11-es könyv. Igazából itt csak 2 darab keményfedeles van, szóval hiába számolom. Az egyik a Galaxis Utikalauszus topposoknak, a másik pedig Christopher Paolini-től az Álmok a csillagok közt, mind a kettő szerintem fekete a borító alatt. Nézzük meg mondjuk a Galaxis Utikalauszt. Igen, ugyanaz a borítója. És egyébként az Álmok a csillagok közöttnek is ugyanaz a borítója a videóborító alatt, mert mind a kettő magyar könyvkiadás. Anélkül, hogy megnézném, a kemény kötésnek a videóborítója alatt van-e valami minta a könyvben, vagy csak egy sima? 4. polc, 22-es, 1, 2, 3, 4. A 22-eshez a legközelebb volt, az 2-vel előtte volt a köt hercege, és ennek ugyanaz a borítója szerintem, mint itt a védőborítón, megnézzük. Valóban. Eltaláltam. Egyre nehezebbek, anélkül, hogy megnézném, a kemény fedeles könyvnél a védőborító alatt milyen színű a cím. Na nézzük. 1-es polc, 4-es. Megint az 1-es polc, itt újat húzok, mert ugyanaz a könyvben, mint az előbb, amit megnéztünk, a Galaxis Utikalauz stopposoknak. Ugye hát az, most néztük meg, hogy milyen szó a csalás lenne. 3. polc, 12-es. 1, 2, 3. A 12-es, az puha borítós, ha végig számolok, akkor a következő keményfedeles könyv az a Sóvárgás Tracy Wolftól, és szerintem itt a cím az fehér színű a védőborító, tehát ilyen színű a védőborító alatt, megnézzük. Igen. Tényleg az. Kezd nehezedni, anélkül, hogy megnézném, a fejezetek címmel vagy számmal vannak-e jelölve. Nézzük. 4-es polc, 1-es. Nagyon akarja ezt a könyvet egyébként nekem. A 4-es polc, 1-es a Walden Henry David Thoreau-tól, és itt mivel téma alapján vannak a fejezetek, én azt mondanám, hogy szerintem van címük is, úgyhogy nézzük is meg. Igen, van, mert fel van már felülre, vagy Economy, meg Sounds, szóval van cím a fejezeteknek, jól tudtam. Egyébként nagyon szép ez a könyv. Anélkül, hogy megnézném, a borítóra ki van-e írva az, hogy valami díjra van jelölve a könyv. Nézzük. 5-ös polc, 19-es. Nem nézem meg addig a borítót, ez az alapjátnak a rendezős könyve, szerintem erre konkrétan nincs kívül semmilyen díjjelölés. Úgy van, semmi. Anélkül, hogy ránéznék a borítóra, van-e rajta szerzői ajánlás? 14-es polc, 14-es könyv. Christopher Paolini-től The Fork, The Witch and the Worm. Szerintem ezen konkrétan nincsen szerzői ajánlás. Nézzük. Valóban nincs, ezen már vannak ilyen díjra jelölős dolgok, de sehol egy szerzői ajánlás, úgyhogy ezt is eltaláltam. Milyen jól megy ez nekem, gyerekek! Következő, anélkül, hogy megnézném, van-e fülszöveg a könyv hátulján, egész egyszerű pontnak tűnik ez, de meglátjuk, 5-ös polc, 24-es könyv. A 24-es könyv
nem volt annyi könyv, tehát megint elkezdtem számolni előről. Az a második része a Szent Johanna Giminek, és szerintem van a hátulján. Szerintem van a hátulján főszöveg. Van. Eltaláltam. Van. Anélkül, hogy megnézném, van-e a szerzőről fotó a könyvben? 8-as polc, 12-es könyv. Ez a párválasztó Kiera Castle, és ebben szinte biztos vagyok, hogy van a szerzőről kép. Igen, van. Anélkül, hogy rákeresnék, álevet használ-e ennek a könyvnek a szerzője? Nézzük. 2-es polc, 6-os könyv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Katie Allender. Szerintem ő nem használ álnevet, de ide fogom írni. Anélkül, hogy megnézném, Eper 1-ben vagy Eper 3-ban íródott-e a könyv. 4-es polc, 28-as. Hát ez a Hamlet, ami egy színdarab, szóval nézzük, hogy más. Mert nyilván az van, hogy Eper 3-ban íródik. A következő a Little Women, és ez is egyébként Eper 3-ban íródott. Anélkül, hogy megnézném, vannak-e illusztrációk vagy képek ebben a könyvben? Első polc 1-es, ami a hosszú út egy kicsi és dühös bolygóhoz. Szerintem ebben nincsen. Jól gondoltam, nincsen benne. Nagyon jól teljesítek. Gyerekek, én úgy emlékszem, hogy a régi ilyen videómban nem tudtam ennyire jól, pedig akkor még több követ olvastam a polcomról. Na mindegy. Anélkül, hogy megnézném, van-e benne epilógus? Annyit csörök itt az ötbögrével. 4-es, 18-as. Ez a 4-es polc nektek nagyon népszerű. Ez a hatalom, és szerintem van benne, de megnézzük. De ez érdekes, én nem emlékeztem, hogy itt nem nagyon vannak fejezetek se, szóval ezt elrontottam. A következő, hogy van-e benne prológus, ehhez a polc számunk 13 és 20. Ez az utolsó része a hollófiúknak. Mondjuk azt, hogy van. Az előszó az a prológus? Majd rákeresek. Előszó van benne. Hát ez nagyon könnyű lesz, anélkül, hogy megnézném, dedikált-e a könyvem. 10-es polc és 14-es. 10-es polc az itt van legalul. Ez hát a szerelem Jen Kronitától, és ez nem dedikált 100%. Anélkül, hogy megnézném, van-e bármilyen dizájnja az oldalszámoknak? 3-as polc, 6-os. Ez az Emperor of the Evening Stars, az esti csillagok császára, szerintem csak simán vannak oldalszámok. Valóban. Csak sima oldalszámok vannak. Ugyanez a kérdés, csak a fejezetekkel nézzük. 2-es polc, 7-es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez a Light as a Feather, szerintem csak simán vannak benne a fejezetszámok, mindjárt megnézzük. Igen, csak simán. Anélkül, hogy megnézném, a köszönet nyilvánítás az elején vagy a végén van? Nézzük meg. Első polc, 13-as könyv. Brandon Sandersontól a Skyward szerintem a végén van, nézzük meg. Igen, a legvégén van. Utolsó előtti kérdés, anélkül, hogy megnézném, melyik évben jelent meg ez a könyv. Ez a 8-as polc, 5-ös. Ne engedj Tahar Mafitól. 20-ban? Nem tudom. Hát az igazi megjelenése külföldön 19-ben volt, a magyar 23-ban, szóval közel voltam, de nem elég közel. Az utolsó kérdés, anélkül, hogy rákeresnél, melyik évben olvastad ezt a könyvet? Na nézzük. Nézzük. 17-es polc, 3-os, na szóval 3-os, ez a Kozmos Vándrai, ezt nem olvastam, de a felette lévőt, az igen, ez a Túlélők, igazából ez ugyanaz a szerzős, ugyanaz a sorozat, ezt 2020-ban, megnézzük. Valóban, 2020 májusában olvastam el, úgyhogy eltaláltam. Egészen elégedett vagyok magammal, ennyi lett már ez a videó. Gondolj, írjátok le, hogy ti mennyire ismertek a saját könyves pozitokat, és hát ez ott van ez a kis játék, találkozunk a következő videóban, sziasztok!